Ma is folytatódtak a jótékonysági akciók, országszerte tartós élelmiszercsomaggal segítették a rászorulókat a segélyszervezetek. Az egészségügyi dolgozók táblagépet kapnak a héten, országszerte 1000 darabot osztanak ki olyan szülőknek, akiknek a távoktatás okozott gondot. Liszt, rizs, lencse és konzerv is volt abban a szatyorban, amit Máté Julianna kapott a Debreceni Család és Jóléti Központban. Az 5 gyermekes anyuka örült a tartós élelmiszereknek. Ez ilyen kirakós. Jó vastag. A gyerekek társas játékot is kaptak, alig várták, hogy kibontsák a csomagot. A helyzetben elég nehéz őket tényleg lefoglalni, mivel mi családok átmeneti otthonában vagyunk, és ugye jó, van egy kis udvar, ahova ki tudnak menni játszani, de azért nyilván mellett a digitális tanulás mellett azért elég nehéz. Úgyhogy így igazából örültünk neki, mikor mondták, hogy kapunk egy kis társas játékot, amivel még fel lehet őket lendíteni. Ebben lesz a játék. Igen, köszönjük szépen. 250 csomagot osztottak ki a rászoruló családoknak Debrecenben több szervezet összefogásával. Mi, mint gyülekezet, mint közösség gondoltuk azt, hogy próbálunk segíteni azoknak, akiket talán ismerünk, talán nem is ismerünk, a gyülekezetben is vannak, akik rászorulnak, de szeretnénk a gyülekezet határán túl is arról a jó hírről beszélni, hogy reményi, azt gondoljuk, hogy az Isten szeretete az, ami az egész világot működteti, és mi ennek próbálunk valahogy jó kezei lenni. Célba értek a csomagok Kaposváron is. A Somogyi megyeszékhelyen az Ökumenikus Segélyszervezet a nehéz helyzetben lévő családoknak segített. Nekünk nagyon jól jön ez a kis segítség, mikor pont így úgymond kifogy a hűtő, így egy kicsit így vésztartaléknak így pont jól jön. Ez a kis adomány nekünk. A gyermekek szülei közül sokan elveszítették a munkájukat a vírus miatt, így nekik különösen jól jön most minden segítség. 21 család van, ott 52 gyermekkel számoltunk. Hát március 16-ától ez idáig minden héten ez a családmennyiség megkapta a csomagot. Hát szerintem most már elértük így az 1000 körüli nagyságot a csomagok számában. Nem csak élelmiszert kértek a családok, hanem színes papírt, ragasztót, ceruzát, amivel otthon még esetleg a gyermekeket le tudták foglalni. Ez pedig már Veszprém, ahol táblagépet vehettek át az egészségügyi dolgozók. A Magyar Egészségügyi Dolgozói Kamara az eszközt azok között osztotta szét, akik a járvány ideje alatt végig helytálltak. Nagyon sok sajnos az egészségügyi területen az olyan szakdolgozó, aki akár egyedül neveli a gyerekét, vagy olyan anyagi helyzetben van, olyan körülmények között, hogy szüksége van erre, hisz nem egy család van, akinek nincsen otthon se internetes csatlakozás, se okostelefon a gyereknek, és nem tudták így az iskolai követelményeket teljesíteni. A veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban 32-en, országszerte pedig 1000-en kapnak táblagépet ezen a héten.